napod vagy, Terry? Á, igazán szép napunk van, Lance. Minden jót! Megvagy! Ó, oh, mégsem. Na, megvan? Nem, pedig azt mondják, valahol erre kell lenni a leghatalmasabb ritka pempőckinek. Még mindig azt a hülye telefonos játékot baszkuráljátok? Ez nem hülye telefonos játék, amit baszkurálunk, Bazsi. A Pempőcki Go a világ legsikeresebb mobilos applikációja, mely már a megjelenést követő első napon feltornázta magát a marketes toplisták csúcsára. Olyan címeket hagyva maga mögött, mint a Crowdsight vagy a Superrunner 4. A játék a kiterjesztett valóságtechnikán alapulva lehetővé teszi, hogy a saját utcáinkon keresgélhessük az elkóborolt pempőckiket. Ó, találtam is valamit! Nye, kettes szintű ingatlan ügynök Pempőcki. Már vagy hatszor megvan. Srácok! Na mi ez, Boti? Azt hiszem találtam valamit. A leghatalmasabb ritka Pempőcki egy... hatalmas dimenzió vagina? Hehehehe, tweetelem is Pempőckinek, hogy egy punci. De most komolyan mi ez az izé? Próbáljuk ki. Na, hé, Dani, várj egy percet, Dani! Dani, utoljára egy sárga ajándékkal kapcsolatban voltál ennyire elszánt, és annak nagyon csúnya vége lett. Dani! Úgy tűnik, nincs semmi gáz. Itt vagyunk, ahol voltunk. Hát, nem tudom. Én némileg sokkalom a dimenziót. Mi ez a hely? Bazsi? Bazsi, jól vagy? Engedjetek vissza! Bazsi? Te egy evolucionális anomália vagy! Egy paradoxon! Egy hegeli antitézis! Mármint az evolúció évmilliómok alatti fejlődése, meg annyi ragadozó és meg annyi préda megalkotása és eltüntetése, teljes csoportosulások bioszféra kicserélése után, hogy a kankós faszomba volt képes megalkotni egy olyan zord és minden szempontból értékelhetetlen egyedet, mint te! Már az a kérdés is csodával teli magyarázatot igényel, sőt, szinte már Isten létét bizonyítja, hogy hogy a szájba szégyelt anyám tyúkjába voltál képes túlélni az elmúlt 18 évet azzal a taoista őskáosszal a fejedben, amit te gondolkodásnak hívsz! Oké, srácok, oszol. Promóciós bögre vagyok. Szóval miért is hívtál minket ide? Felkészültetek? Mire? Meleg? Mi? Nem! Máté meleg? Mi? Igen, de most nem ezért hívtalak össze titeket. Utállak titeket. Bungi, Jot mikor hozott vissza a történetbe? Na szóval, felkészültetek? Igen. Vagyatok, nem alattam, akkor most meleg vagy, nem? Ali! Hol látszik, hogy CGI? Tehát, mint azt láthatjátok, ők itt a hülye gyerekek. Dani, megegyeztünk, hogy a hangokat szívesen adjuk a sorozatodhoz, viszont ne propagáld még így is. Nem értitek, ők itt a hülye gyerekek! Az én számítógéppel rajzolt fiktív karaktereim. Itt a díványon. Hogy az Isten? Remek kérdés, Kristóf, Bazsi! Én már a vagina Pempőcki óta nem vágom, mi történik. A lényeg, hogy épp a Pempőcki Go-val játszottunk, mikor is egy óriási dimenziókaput találtunk, amin keresztül ebbe a világba kerültünk. Na, ez nagyon izgalmas hangzik. És az egészben a legrosszabb nem ez. Nézzétek! A
az összes képkockáról hiányoznak. Mindegyikről. A gépemről, a pendrive-omról, a felhőmről, minden bazsiékról szóló fájlnak nyoma veszett. Mintha kitörlődtek volna abból a világból. Ez azt jelenti, hogyha nem kerülnek vissza időben, akkor magát a sorozatot sem tudom folytatni. Tehát azt akarod mondani, Dani, hogy nincs többé új Sziafalva? Nincs többé új Sziafalva, nincs többé Tony McFlynn, nincs többé gonosz kicsi mosómedve, nincs többé semmi, amit az elmúlt 4 évben felépítettem. Tehát nincs többé otthonunk. És hát ezért hívtalak össze benneteket a szinkron hangjaimat, hogy tudnátok-e segíteni megmenteni a hülye gyerekeket. Nem igazán. Én talán segíthetek. Egyik nap önfeledten bókáztam az internet szivárványa veszteszkeppén. Amikor is rátaláltam a legretardáltabb teóriák.blog.hu oldalra. Figyelünk! Nos, dimenziókon belül léteznek egyfajta integrál dimenziók, olyan világok, amik a mi világunkon belül helyezkednek el. Ezeket a világokat mi természetesen érzékelni tudjuk filmeken, könyveken és képregényeken keresztül. Úgy hívjuk őket történetek vagy mesék. Azt hiszük, mi találtuk ki őket, pedig az írók csak egyfajta kapcsot jelentenek a mi világunk és ezen világok között. A lényeg, hogy ezen világok között létezhet egyfajta direkt kapcsolat is, amit metának nevezünk. Egy kapu, amin keresztül összekeveredhetnek az egyes dimenziók elemei. A kapu, amin átjöttünk. Hihetünk az elméletnek. Oké, szóval akkor csak rá kell jönnünk, hol találunk ebben a világban is egy ilyen kaput. Szóval van ez a metának nevezett akármi. Éppen dimenziókat készülünk átszelni, és ez a nagy Epic Team mi négyen, és az Alvin és a Mókusok utánzat vagyunk, ugye? Ó, ez a referencia még eszembe se jutott. Újra nyit a nyár, hát zárjon be a gyár, éljen a balcsi, nincs több szabály. Jó, elég! Akkor mi lennénk az A-Team? Nem, ti az összes barátom vagytok, de nem ez a lényeg. Lényeg? Hová tűnt az őrsrác? Jól van, nem mehetett túl messze, végül is elég kicsi, nem? Hol van, nyugi, végül is csak egy teljesen beszámíthatatlan animált karaktert szabadítottál rá Budapestre. Valahogy biztos a nyomára bukkanhatunk. Hé, rajzoló úr! Hát ez meg? A Pempőcki Go. Mutatja minden felhasználó tartózkodási helyét, akit barátnak jelöltünk. Te szent Tony McFlynn. Dani! Utána menjünk. Utána mehetnénk, de inkább menjünk tévé. Köszöntjük a kedves nézőket! Innen a Hősök teréről jelentkezünk, ahol egy teljesen bénán megrajzolt rajzfilm karakter terrorizálja a békés turistákat. Ne! Hagyjatok! Ha még valaki szelfizni akar velem, azt esküszöm, felgyújtom! Amint látják, a helyzet igencsak krízis. Mint az látható, a rajzfilm karakter név szerint Dani feltűnése az egész országban felkavarta a vizet. Az egész internet és közmédia egy emberként teszi fel a kérdést. Ki ez a nem várt idegen? Jó, tudom, hogy mindannyian utáljuk Dani sorozatát, és nagyon szállalmasnak tartjuk, de azért mégiscsak a barátai vagyunk. Szóval szerintem segítsünk neki. Kinek van autója? Ki tud vezetni? Hát már srácok, életerős fiatalok vagyunk, nem? Senki? Hát Mizé? Annak idején egészségtelen sokat vályókártoztam. Ennyi elég. Indulás. Dani, de jó, hogy itt vagy. Ezt te csináltad? Igen, bocsi, de most sietek. Hé! Dorisszal is tudsz... Dani, hé! Ez az! A fura öreg fickó elrabolta Danit! Utána! Hé, te ott a haj nélkül!
el a rajzfilm karakteremet! Szóval te lennél Ungdani? A Hülye Gyerekek sorozat alkotója? Ki az Isten vagy te? Hadd mutatkozzam be! Engeldelt vagyok. Prominens névi. Nézd, bárki is vagy, nem zavarnánk sokáig. Látom, van egy metád, csak annyit kérünk, hadd menjünk vissza rajta keresztül a saját világunkba, aztán nem is zavarnánk tovább. Tényleg nem értitek? Pár perc és az összes rohadt kis világotok megszűnik létezni, minden rohadt kis rajzfilmfigura eltűnik egy életre, mindörökre! És ez jó neked, mert... miért is? Elmagyarázom, legalább addig is telik az idő. Fiatal koromban sose voltam egy túl népszerű srác. Nem volt egy barátom sem Mr. Láthatatlan úron kívül, míg egy nap a szokásos esti gondolkodó sétám alkalmával találkoztam egy lányjal. Gyönyörű volt akár a neve. Szia, Brünnhilda vagyok! Egyből összebarátkoztunk és este már dugtunk is. Én voltam az egyetlen, akivel szinte mindent megosztott. Imádtunk közösen történeteket olvasni, egymás hátáról tejszihabot nyalogatni. Elképzeltük, hogy mi vagyunk a mesék hősei. Mi küzdünk sárkányokkal, és végül mi élünk boldogan, míg meg nem halunk. De egy sötét napon szörnyű dolog történt. A könyvben egy metakapu nyílt, és beszippantott az én boldogságos Brünnhildámat. Abban a percben eldöntöttem, el kell pusztítanom a meséket, mint ahogy azok is elpusztították mindazt, ami fontos volt nekem. A könyvben lévő kaput tanulmányozva évek alatt rájöttem, hogy alkossam meg a saját metámat. Már csak egy integrált univerzum kellett, amelyben létrejöhetett a kapu másik fele. És miért pont az én sorozatomra esett a választás? Nem esett arra. Egyedül ennek a sorozatnak van olyan a retardált írója, hogy létrejöhessen menne egy ilyen térkapu. Ah, értem. Na szóval, a kapu már készen volt, már csak arra kellett rájönnöm, hogy hogyan szipolyozhatom ki azon keresztül az összes rohadt mesevilágot, ezzel természetesen elpusztítva azokat. És itt jön a képbe a te Dani nevű fantazmagóriád. Mivel nem a saját univerzumában érintkezik a kapuval, viszont át sem megy rajta a meta, megőrül, és mint egy porszívóként kienged magából mindent, az összes történetet. Az összes mesét, minden filmet, minden könyvet, mindent, ami elvette tőlem az én Brünnhildám. Gyorsan! Új történetekre van szükségük, hogy pótoljuk azt, amit a kapu elpusztított. Dani, te vagy a nagy mesemondó. Impróz! Mit tudom én, volt egyszer egy... Pék! Gyerünk, pörög a sztori, hol volt a pék? A pék... Litvániában. Pék? Ez írja a történeteinket, és meg csodálkozom, hogy világos az életem. Na jó, elég! Figyelj, te trottyos! Réges-régen, mikor a nagyhegyek még csak picin dombok voltak, és Dancsó Péter még vicces volt. Volt egyszer egy magányos herceg. Éjt-nappal látéve, hetet-hét országot felforgatva kereste az igaz társat magának, de szíve csak olyan üres maradt, mint nagyanyám Tumblr profilja. De a magányos hercegre egy napon rámosolygott a szerencse. Egy gyönyörű királynő fogadta hűtársává. Együtt meg annyi kalandot átéltek, sárkányokkal küzdöttek, boldogan éltek, míg meg nem haltak, meg minden ilyen szétromantizált szarság. Ám egy napon a csodás hercegnőt egy rút szörnyeteg ragadta magával. A herceg szíve nyomban ketté tört. Ahelyett, hogy tovább lépett volna, vagy akár a hercegnő keresésére indult volna, ő vált azzá, kitől hajdan ő maga is rettegett. Ő lett a szörny, ki elveszi az emberektől, mi fontos nekik. Kérdem én, vajon a szépséges hercegnő hitte valaha, hogy az ő szeretett hercege egy nap ilyen útra lép? Na végre már irgalmatlan mód idegesített. Szép elterelés volt, Dani. Idióta. Gyorsan! Ugorjatok át, mielőtt összeszűkül. Köszönünk mindent, óriás barátaim. Látjuk még egymást valaha? Talán, ha valahogy beleírom magam a sztoriba. Most menjetek, akciódús évad áll előttetek. Ja, és sok szerencsét az antagonisták pártjával. Ja, ezt még nem tudjátok. Ágyő.
És most mi lesz? Hogy értem? Hát ebben csak benne voltak a rajzfilm figuráid az állami televízióban. Nem gondolod, hogy előtt fognak lenni téged? Egy egész ország nézte végig a karakterem randalírozását. Ezután mindenki rá fog keresni a csatornámra. Az emberek megismerik majd a hülye gyerekek nevét. És 100 000 feliratkozóm lesz. Rohadékok! Tudom, hol van a szerelmed. Várjál már egy pöttet, nem láttad, hogy épp most váltam a szívfigura karakterré? Egyébként ki az Isten vagy, ha? Nem lényeg. Tudom, hol van Brünnhilda. Tessék? Tudod? Tudom. Én sokáig segíthetek is a nyomára bukkanni. De természetesen nem ingyen. Bármit megtennék, csak hogy visszakaphassam. Mit vársz? Mit tegyek? Üdv Engelbert. Üdv az antagonisták pártjában. Vagy leteszik elém ennek az embernek az érvényes érettségét, vagy maximum álmodhatnak a városi címről. Elmegyek a suliba és megszerzem azt az érettségét. Akkor viszont mind veled megyünk. Szia, Szofi vagyok. A testem bármely pontján nyalogathatsz. A gyerekkorom tönkretevőjének kisebb verziója megfenyegetett, hogy ismét pokollá teszi a mindennapjaimat. Pokollá fogom tenni az életedet. Iskolába jár az egy első rész, jövő héten.